Ilyen sem volt még megyénkben. Hóágyúval gyártottak havat a Várkonyi téren. Szombat délutántól a járványügyi szabályok betartása mellett szabad volt a siklás, elkészült megyénk első műhavas szánkópályája is. Lakossági kezdeményezés hatására hóágyúval teremtettek havastájat a szolnoki Várkonyi téri domboknál, örömet okozva ezzel a téli sportokat kedvelőknek. A hóágyú mínusz 3 Celsius fok alatt üzemel stabilan, minél hidegebb van, annál nagyobb mennyiségű hó előállítására képes. A hógyár üzemeltetője elmondta a Karcak TV-nek, hogy sokkal nehezebb alföldön havat előállítani, mint a hegyekben. Lakossági kezdeményezés mellé állt a szolnoki NHS csoport. Több szülő keresett meg minket, hogy bár hideg van Szolnokon, de még sincs hóesés. Azt tudni kell Szolnokról, hogy nem egy hegyvidéki város, egy alföldi városról van szó, és a hógyár.hu az Eplényi csapattal szövetkezve itt a Várkonyi téri szánkózó dombot fújjuk be hóval. Ez egy nagyon jó happening lesz, úgy gondolom. Várják a gyerekek is, a szülők is egyaránt. Nyilván cél volt, hogy a híradásokból lehetett hallani, hogy a Kékestetőn, Eplénybe is tömegek rohamozták meg a sípályákat. Arra szeretnénk kérni a szolnokiakat, hogy nyugodtan jöjjenek ki hétvégén. Reméljük, hogy ma este még hidegebb lesz, még gyorsabban tudjuk előállítani a havat. Távolságtartás és maszk használata mellett bátran használják a szánkózó dombokat. A területet csak maszkban lehet használni, ügyelve a távolságtartásra, hogy mindenki biztonságban tölthesse szabad idejét. Mindenki odafigyel a távolságtartásra, a maszk használatra, illetve a szánkózásra azt nyilván tudjuk, hogy nem a veszélyeztetett korosztály használja, így bátran várjuk a szolnoki családokat, gyerekeket.